Sziasztok, én Dave vagyok, és folytatjuk tovább a Medieval Dynastyt. Viltruda valahol ott a távolba fogja a halakat, ha jól látom. Nagyon helyes, így tovább. A legutóbbi részben ugye már hát még jobban oda vertünk a kajaszállítmánynak, és meg kellett csinálni a kocsmát. Egyrészt azért, mert elméletileg ott összegyűlnek így az emberek, és ez tök király. Plusz a kocsmában van olyan lehetőség, hogy süsse folyamatosan a húst, illetve hogyha majd lesz például majd valami komolyabb alapanyagunk is, amit már végre a termőföldből fogunk majd összeszedni, akkor azokból az alapanyagokból tud majd csinálni a szakács kaját, és írtad a kommentbe, hogy a káposztát éri meg hússal kombinálni, és abból eléggé jó kaja lesz, plusz eléggé jó áron is lehet adni. Ami teljesen jól hangzik, szóval, amint tavasz lesz, egy nap múlva, neki is állok egy kicsikét úgy erősebben az ültetésnek. Az a baj, a kocsma 2-höz még egészen sok pont kell, több mint 500. Lehet, hogy inkább ki kellene farmolni, mert... Ja, akkor már nem egy kocsma egyet építenék, érted? Hú, szerencsére van úgyis rengeteg hús, amit meg tudok sütni, az már eleve fog adni egy pár pontot. 277 hús, anyád! Sikeresen megsütöttem ezt a jó pár húst, és az is kiderül, hogy a halhús többet ér, mint a sült hús. Habár nem vagyok benne biztos, hogy végül is az árus is többet ad érte, mert általában ami 5-be kerül, az is 2-t, azért is 2-t ad az árus, és ami 4-be kerül, azért is 2-t szokott adni. Viszont a tápérték az 8, ebből a szempontból kifejezetten jobb a halhús. Egy nemes halad át a faludon, elejtette előtted az erszényét, mit fogsz csinálni? Visszaadni a nemesnek, dinasztia hírnév 100, de mínusz 5 kedv az embereknek, mekkora gyökerek már. Hagyd, hogy az embere idé legyen, az plusz 10 hangulat, vagy pedig vedd el magadnak, mínusz 15 hangulat és 100 érme. Hát 100 érme érméért biztos, hogy nem éri meg. A hangulatuk, hát, mit érdekel az engem? Viszont a dinasztia hírnév az jó nekünk, szóval legyen az, így kapunk egy 100-ast, és egy kicsikét boldogtalanabbak leszek, de hát majd úgyis visszajön a kedvük. Adófizetés. Mondtátok nekem, hogy az Unighost 2 story szál az valami 5. évben jelenik meg, szóval jövőre várható. Köszi szépen annak, aki írta. Szóval most ajánlni kell, mint az állat. Ami azt jelenti, hogy 1770. Amúgy nem kell sok, mert 1500-an van, ugye múltkor a madártollakból. És azóta még nem is kraftoltam meg a kovács kalapácsokat, amikhez hoztam a vasat, szóval ez így igazából easyben meg lesz, és meg lesz a pénz is arra, hogy szerintem egészen jó be tudjuk vetni a fődeket. Ja, hogy még maradt 240 madártollam, plusz még van 54, akkor azt is szépen el tudjuk majd adni, nem lesz itt baj. Plusz mondjuk lehet, hogy nem lenne rossz ötlet eladni a hús egy részét is, amit csináltam, mert most nagyjából olyan 300 hús van a raktárban, amit kicsit túlzásnak érzek. Szóval így nem lesz igazából nagy gond azzal, hogy be tudjuk majd vetni egy ettől nagyobb földet is, mert szerintem cuki ez a kis földecske, ami itt van nekünk, de muszáj szintet lépnünk, hogy komolyabb... Például most itt tavasszal len mennyiséget tudjunk majd begyűjteni, hiszen a tavasz az mindenféleképpen a lené, nagyon sok ilyen ruhához, meg hasonló dologhoz az kell. Habár egyik ruhánál se láttam azt, hogy annyira nagyon jó deal lenne a lekraftolása amúgy, mert egyrészt ugye rengeteg pénzbe kerül, hogy meg tudjam kraftolni, plusz igazából csak hővédelmet, meg fagyvédelmet ad, és azzal most nincsen nagyon bajunk, mert télen is jó vagyunk, nyáron is jó vagyunk, szóval... Én úgy látom, hogy páncélértékük nincsenek a ruháknak, csak igazából így van. Még abban egyetértek, hogy jó lenne valami normális gúnyát összehozni magunknak, plusz megnézni, hogy abból mennyi bevételt lehet összehozni. Szóval tavasszal itt most mindenképpen lent fogok ültetni, aztán meg majd megnézem a káposztát is, meg majd még valamit, ami esetleg jó lehet kaja készítés szempontjából. A középkori taposógép, hogy Kenny, figyeld! Feszüljenek azok a combok. Ó, Emerik, olyan segged lesz a nap végére, hogy mindenki megnézi, hát mondjuk Dalebort annyira nem érdekli.
Eladtam nagyjából 30 valahány kalapácsot, 200 valahány húst és a maradék 200 madártollat, és így a végösszeg 5052 szintiszta money. Szerintem megvagyunk pénzügyileg. Ezt még hogyha befizetem az adót is, akkor is marad majd több mint 3000, amit arra verünk el, amire csak szeretnénk. Szóval, hát mindenféleképpen a földbe fogom ezt befektetni, magokba és trágyába. Tessék, itt van a pénzed. Köszönöm szépen. Ez már egy új problémát is felvetett, ez a rengeteg pénz szerzése, hiszen Brofúba 2 darab kereskedő van, mind a 2 nagyjából 1000-1000 pénzzel volt, így eléggé gyorsan kifújtak. Itt Gostoviába azt hiszem 3 árus van, igen, 3 darab, abból is mindenkinek nagyjából 1000 pénz, itt ugye csak egy ember fogyott ki a pénzéből, viszont hogyha majd mondjuk így még értékesebb dolgokkal fogunk kereskedni, azt kell, hogy mondjam, lehet, hogy problémás lesz, hogy be kell járnunk majd a félvilágot, hogy el tudjuk adni a dolgokat. Erre is kitaláltam már valamit. Lent ott a gazdagéknál lehet, hogy több pénze is van a kereskedőknek. Ha odaépítünk egy raktárat, akkor onnan tudjuk hordani a dolgokat, be a városba eladni, és nem kell akkor a távolságokat lenyalogolnom folyamatosan. A másik dolog, amit észrevettem, hogy a vaskalapácsot minden egyes kereskedő, minden 4, akinél jártam, de az már eléggé sok, most 65-ért veszi, nem 70-ért. Szóval biztos, hogy változnak az árak, csak nem tudom, hogy mi alapján. De amikor változnak, az szinte biztos, hogy globálisan, tehát az egész mapon ugyanannyit adnak érte. Itt pedig a városban találtam egy emberkét, akinek a craftingja 3-as, Radomir. Ő eléggé jó lesz majd arra, hogy beállítsuk a kocsmába, mert szerintem a kocsmához is majd ugye a crafting képesség kell, hogy ugye tudja csinálni a húsokat. Neki majd építek házat, meg ugye szerzek egy csajszit is, de először még a kocsma legyen meg, ahhoz még egy pár húst meg kell majd sütni. Lassan már meg is van egyébként otthon annyi hús, hogy meglegyen a kocsma 2. Viszont előtte, mielőtt még nagyon belemerülnénk a tavaszba, szeretnék megcsinálni egy nagyobb földet, és jóval nagyobb földet, ugye most egy 4x4-esünk van, ami 16 darab bevethető helyet takar, nyilván, és én szeretnék egy 10x10-eset, 16x16 egyébként a legnagyobb, ami nagyon overkill, azt nem tudnám bevetni, még ennyi pénzeset, na jó, betudnám, de hát nem tudom, hogy összességében mennyire érné meg. A 10x10-es az szerintem eléggé reális, így 100 darab magra és 100 darab műtrágyára van szükségünk. Ezt a földet én úgy, ahogy van, szeretném amúgy megszüntetni. Nem tudom, hogy erre van-e valamilyen módszer. Oh, bontás. Igen. Dán. Zsír. Hogyha ő learadta, akkor az valószínűleg bekerült ide a chestbe. Itt is van, 60 darab rozs lett a földből, egészen jóhoz képest, hogy be se lett vetve az egész. Kicsépelem a rozst, és kapok belőle egy szalmát, és egy darab rozsgabonát. Így van. Következő kérdés már csak az, hogy egy ilyen nagy 10x10-es föld hol fog elférni. Végül is én itt látok benne potenciált, ugye itt volt a 4x4-es. Talán, hogy egy kicsit ritkítok itt a fákon, akkor egészen jó lehet. De mindjárt megnézzük. Hát ezt nem lehet forgatni. Ez így... Értem én, hogy valószínűleg igen. Tehát a 4 jégtáj felé áll, úgy értve, hogy a lapjával, de hát ez így fura. Mekkora a 10x10? Ez már több mint 10x10. Mi a? Ez a 10x10. Annyira nem is gáz, akkor ha ezt egy kicsikét így kintebb, meg mondjuk a fák felé, és meg is van, 10x10-es szántóföld. Tök jó, oké, és nagyjából még lapos is, szóval már nem mintha nagyon kombájn járna majd rajta, meg ilyenek, de menő. És akkor ezt most az egészet be kéne kapálni. Ildefonza, nézd csak mi van itt. Ezt mind neked hagytam, hogy bámulja mindenki. Ki lesz az idióta, aki ezt bekapálja? Hát, Ildefonza, van egy rossz hírem. Ide már azért több munkásra is lesz szükségünk, ebben biztos vagyok, szóval... És neki áll! Úgy, hogy nincsen kapa a chestbe, szóval... Ez biztos, kapár nincsen szükségük. És akkor valószínűleg egyébként a többi eszközre sem. Ugyanúgy, mint a favágóknak, meg ezeknek. Jó szorokozást, Ildefonza, de azért segítek, mert... Na, jó fej vagyok. Meg itt már megint kifutunk a tavaszból, és akkor csak fele lesz bevetve, vagy valami.
Mondjuk én nem tudom, Ildefonza 3-as a földművelésbe, és olyan lassan halad, hogy az valami embertelen. Lehet ettől lassabban kapálni? Nem tudom elképzelni, milyen lett az 1-es. Próbáljuk ki. Azt mondom. 1-es szintű földműves, Tatomir... Mirognélva. Aha, egy favágó. Őt átrakjuk egy pillanatra ide, hogy lássuk, hogy mit alkot a kapával. Á, itt is van. Célba vette a fődet. Na, nem bújhatsz el. Nem bújhatsz el, igen, azt ott mind be kell kapálnod, amint meglátta, hogy hátat fordított. Azaz, nagyon ügyes. Nézd meg Ildefonza, milyen szépen dolgozik. Te is menjél kifelé. Szépen süt a nap. Hopp, nézd. Kapa, gyere. 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 Hát, ha én ezt tudnám, hogy ez így mi alapján működik, hogy ő most csapatja, de ő meg cseszik megmozdulni. Fura. Hát, Birognélva nem jött ki, viszont a föld be van kapálva, és eléggé szép méretű, így most már annyira a 16x16 sem annyira brutális, de egyelőre most én még meg vagyok elégedve ezzel. Hát hivatalosan 100 darab műtrágyát kellene vennünk, ami 1000-be kerül. Hú. Hát ez van. Hát a jágyapok hova tűntek? Gondolom nincsen meló, nincsenek a pajtába. Most már van műtrágya. Esetleg valaki megrohamozza a fődeket. Ó, oh, Jézus úristen! Ti odafön vagytok? Basszus, de megijedtem. Ó, tyúkó feloldva. Amint meglendítettem a kapát, zsír, tyúkol, lehetnek tikek. Ellátott csirkék tojást és madártollat adnak, az állattartó pedig takarmánnyal látja előket és begyűjti a dolgokat. Zsír. Akkor nem sokára érkeznek a tyúkok, ide jön majd a kis izé mellé, a kis föld mellé. De ti dolgozzatok már, he! Jó, akkor majd holnap visszajövök és... meglátjuk, hogy mire megyünk, mert szeretném megérteni, hogy hogyan működik a dolog, de így nem megy, hogyha a pajta tetején állnak. Addig sütök megint húsit, mert valószínűleg már van annyi, hogy igen, hogy meglegyen a kocsma nem sokára. És ott is van kocsma 2, ahol már ilyen lapos kenyér, meg hasonló dolgokat is tudnak csinálni, amik egészen jól hangzanak. A következő egyébként a kovácsmélyei 2 lesz majd 5000 pontnál, szóval hát ez még egy kicsikét odébb lesz. Viszont mielőtt még megépíteném a kocsmát, irány vissza a pajtába, hiszen a tavasz utolsó napja van, és szerencsére a jányok lemásztak a padlásról. Hát egyelőre nem úgy néznek ki, mint aki dolgozni akarnak. Érted, a csávó előbb felszentadá azt a földet, meg bevetné, mint ők, nem hiszem el. Miért ilyen népszerű az a padlás mostanában? Mik szoktak odafönn történni? Wait, what? Hova mész? Hova mész? Hova mész? Ildefonza, hova vész? Gyerünk, képes vagy rá? És ott is van, elkezdte bekapálni, azt ahova már leszortom a műtrágyát. Jó kérdés, hogy miért nem dolgozik a másik jányka. Ennyi? Úgy gondolod, hogy készen vagy? Amit leszorok egy műtrágyát, kijönnek és felkapálják, de abban a pillanatban viszont hiába van műtrágyájuk, hiába van zsákjuk, műtrágyázni nem akarnak. Oké, jó, akkor játszik az, hogy én trágyázok, ti pedig kapáltak utánam. Ez is valami. Érted, ha kapálni kell, egymást tapossák agyon csak, hogy tudjanak kapálni, de amúgy meg műtrágyázni nem akarnak. Hát ezt nem hiszem el. Hát elég érdekesen kapáltok, maradjunk annyiba. De ti tudjátok, a lényeg, hogy kész legyen. Főleg, hogy ugyanazt kapáljátok, hát ezt nem hiszem el. Mi csináltok? Hát megfigyeléseim alapján Ildefonza 3-as farminggal nem kapál gyorsabban, mint a vetélytársa, szóval ebben amit néz ki nem számít. Jó, szóval a kapálás in progress, a trágyázás ez megvan. A magokat megnézem. 98 len magunk van. Ez most komoly. Hát ezt nem hiszem el. Akkor veszek még 2-t. Hát, mire hazaértem a nem tudom, hanyadik faluban talált ellenmaggal, addigra ők már elmentek aludni, szóval ennek a bevetése rám marad, viszont hát az annyira már nem nagy dolog.
az egész föld bevetve még éppen időben évfél előtt, hiszen holnap már nyár lesz, ami azt jelenti, hogy lehet is majd aratni. De szép. Ebből egészen sok manit szimatolok, hogyha így ebbe az irányba gondolkodnék. Hát kíváncsi vagyok majd az aratás után mit mutatnak a számok. Még egyenlőre a reggeli kis hát felébredés van. Én eddig elkezdem építeni a kocsmát, és majd visszajövök, és megnézem, hogy hogyan halad az aratás a gyányoknak. Wait, hol a deszkám? Elvileg ezek folyamatosan csinálják a deszkát? Ugye azt mondjátok, hogy azt égettétek el a fűtésre. Hát máshova nem tűnhetett az a baj. Anyám. A jó életben, hát ez a kocsma nem kicsi. Még be kell férni egy pár embernek, az is igaz, de... Hát azért... Nem ekkorára számítottam. Ó, nézzedek oda! Hello! Miért csak egyedül? Miért csak egyedül csinálod? Ki vagy te? Mi rognélva? Hol van Ildefonza? Lopja a napot? Hát nem hiszem el. Hogy kaszál? És igazából négyesével csinálja, szóval... A kaszálás, ahogy látom, eléggé gyorsan megy neki. Halló, nem látod Ildefonzát? Mi van, beteget jelentett? Ha megint fönn van a padláson? Nincs a padláson. Hát itt meg mi történt? Valami tornádó ment végig ezen a műhelyen? Mennyi ennek az állapota? 49. Hogy ha már ilyen nagyon durván elhasználódik az épület, akkor ilyen szakadások jelennek meg rajta, és ugye ebből látod, hogy ideje lenne megjavítani, mint például a pajta is. Hát végül is. Ezeken a botfalakon gyorsan eljár az idő. Hát nem tudom, Ildefonza hol van. Lehet, hogy egy földön egyszerre csak egy ember tud kaszálni. Őt visszaküldöm fát vágni, mert kicsikét megcsappant a fa mennyiség, és akkor meglátjuk, hogy Ildefonza elteveszi a helyét. Ildefonza! Mi az ott a kezedbe? Az egy gyerek! Wait, what? Gratulálok! Ajjaj! Ildefonza szakmája anya lett. Húha! És Poznant szülte. Egészen jó képességű kisfiú. Akkor, mint megtudtuk, földmunkásnak nem igazán kell tehetség, szóval bárkit ide küldhetünk. Micsoda! A vadászunk 5-ös szintű lett. Svitun, hát... Már lassan okleveles vadász leszel. 10 hús óránként. Hát jó, és mi van akkor, hogyha azt mondom neki, hogy csak tollat szedjen? Az biztos, hogy jobb bevétel, mint hogyha hús szedne, hiszen abból kevesebbet szed, plusz meg utána meg is kell sütni, szóval... Lehet, hogy én neki most én azt mondom, hogy szedjen csak madártollat. Semmi mást. Viszont mindig kell egy földmunkás. Kőből most nagyon szépen el vagyunk látva, szóval az egyik embert, mondjuk Erikát a bányászok közül átrakom, hogy arasson le, aztán majd visszarakom. Meg igazából ugye kellene egy fix földműves, és akkor így, hogy Ildefonza kiesett a képből. És kész is a kocsma. Ez egészen úgy néz ki, mint ami bent a városban is látható szokott lenni. Hát a kocsmárosunk az még nincsen, viszont hát amúgy eléggé nagy probléma van így, hogy Ildefonza is kiesett a munkások közül, mert a favágó mind a kettő csak 2-es szintű a gyűjtögetésben, ami hát eléggé kevés fát eredményez. Viszont nem is nagyon van olyan emberünk, akinek 3-as lenne a gyűjtögetése, csak ugye Erika, ő a bányába dolgozott a 3-as gyűjtögetésével, valószínűleg őt fogom inkább majd berakni favágónak, és valaki más fogok elküldeni helyette bányászni. Mondjuk közben már le is aratott, szóval meg tudjuk nézni, hogy ott mi a helyzet. Ugye nyáron csak a fejes káposztát lehet elültetni, amiről tavaly lecsúsztam, szóval most ha én átállítom már arra, hogy káposzta legyen ezen a földön, és elmentem, akkor ő elindul kifelé felkapálni, mert jó lenne elkezdeni minél előbb. Még akkor is, ha még nincsen meg a se a káposzta, meg se a műtrágya.
Hát nem úgy néz ki. Akkor viszont elmegyek és szerzek káposztamagot meg műtrágyát, hogy el tudjuk kezdeni a káposzta beültetését, és ha addig úgy se csinál semmit, akkor átrakom farmernek, és beállítom neki, hogy kezdj el a learatott lenszárat csépelni. Igen, tehát azt adom neki, hogy a len magot csináljon, 3 darabot fog óránként csinálni. Hogy mi? Jó, semmi gond. 100 darab káposzta mag 1600. Hűha. Kezdjük először a műtrágyával, akkor arra még kell szereznem egy kis pénzt. Hát mivel azóta besötétedett, valószínűleg nem túl sokat dolgozott a cséplésen a csajszi, mert 616 len van. Hűha, na várjál, akkor abból ő 3-at csinál óránként. Ha úgy számolunk, hogy napig kb. 10 órát dolgozik, akkor az mennyi idő lenne, mire végezne? Hát ez biztos, hogy rohadt sok, szóval szerintem vannak olyan munkák, amiket nem éri meg velük csináltatni, mert hogyha én csinálom, akkor konkrétan mutatom a sebességet. Hát ugye másodpercenként 1. Tehát, hogy igaz, hogy az IRL 1 másodpercet pedig ugye ingame 1 óra, de hogy így, na. Viszont van 616 len magunk, amiből biztos, hogy nem fogunk jövőre elvetni 600-at, maximum 100-at, most egy darabig meg szeretném tartani ezt a föld méretet, szóval 516 darab magot tudunk eladni. És ebből a 10-es árból kiindulva egészen jól hangzik az üzlet, mindjárt megnézzük, hogy ez mit jelent a valóságban. Pont úgy is bajom volt a káposztamagnak a megvásárlásával, szóval elbizniszeljük. Itt is van egy káposztamag, és 4-et ér a len mag. 2000-et ér csak a magja lennek. Oké, hát kösz szépen, és akkor cserébe, ugye 1600 ér, megveszem a 100 darab káposztamagot, és még mindig maradt 1600-unk. Most már csak azt nem tudom őszintén, hogy a káposzta hogyan fogja majd visszaadni a magját. Tehát, hogy amikor így leszeded, akkor ad egy magot, meg ad egy káposztát. Nem tudom, viszont elvetjük, és mivel már ősszel aratható is, így pár nap múlva ezt majd megtudjuk. Hát valahogy csak vissza kell adnia igazából. Hát azóta nincs ez felkapálva. Az már egyértelmű. Hopp, 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 beraktam a káposztamagot. Most már érzékeli, hogy jók vagyunk. Ja, trágyázik! Ó, tehát nem kell először felkapálni, hanem betrágyázod és utána kapálod. Na, hát akkor megtanultad a trágyázást is, Erika! Nice, nem tudom, hogy... hogy, vagy mi, de most már trágyázik is. Nice. Jó, hadd csinálja, aztán, hogyha esetleg kifutnánk az időből, akkor majd besegítek neki. Meg kéne javítani a házakat, én úgy érzem. Oké, hát túl sokat nem kellett tatarozni szerencsére, szóval neki is állhatok akkor még egy lakóháznak, hogy tudjunk szerezni kocsmárost. Már egy kicsikét itt bele kell nyúlnom az erdő szépségébe, mert az a helyzet, hogy abba az irányba, amerre terjeszkedik a falu, elég dimbes dombos kezd lenni a terület, szóval hát erre meg lapos. Hát azért nem akarom nagyon kiirtani az erdőt, de majd meglátjuk, hogy mi lesz itt. Megépült az újabb házikó, és mivel eltörtek a vascucaim, ezért muszáj voltam elmenni vasat is bányászni, miközben építkeztem, így több dolgot is sikerült feloldanom, mint például a disznól. Lehetnek malackák, tök menő, viszont először még nem ugranék bele a malacokba, mert azért az kicsit többet fogyaszt, mint egy csirke, szóval a mai részben még csak csirkeot fogunk csinálni, de hogy ez itt, ez mi? A felé jutott a szántás, Erika, vagy most mi van? Ja, a felébe már el is vetette a káposztát, aha. Ez már itt káposzta bevetve, ez meg itt betrágyázva, de nincsen kapálva. Hát, na jó, még mindig jobb, mint amit eddig alkotott. Akkor ezt még befejezem neki. A káposzta elvetve, szóval holnap már lehet is majd aratni, viszont... hát addig nem várakozok itten tétlenül, hanem elmegyek a városba, és elviszem szerintem magammal a vadártólat, ha már ott vagyok, akkor eladom, mert ha jól láttam, már 500 pluszba vagyunk azóta, igen. Szóval egész a jó kis bevétel, illetve
Ugye ebben a közeli városban már találtam egy emberkét, aki megfelelő lesz nekünk kocsmárosnak, hiszen 3-as a képességi szintje. Itt is van Radomir, a kis kopasz. Már 70%-os kapcsolatunk van vele, szóval fel is tudjuk venni magunkhoz. Gyere Radomir, és te leszel a mi kocsmárosunk. Itt van legalul a kocsma 2, és ugye írja is, hogy crafting, ami fontos a fogadós szakmánál. Szóval bedobom, szép 3-as neki a képessége. És nézzük, mit tud csinálni. Sült húsokat tud sütni. Nagyszerű. Esetleg valami ilyen bonyolultabb dolog. Van bőven, szóval most már csak azt kéne megnézni, hogy melyik az, amihez úgy vannak is alapanyagaink. Például ez. Fejes káposztából és sózott húsból csinál krémlevest, az mondjuk egészen jól hangzik. Van itt rengeteg menő dolog, ilyen gyümölcsös lepény, meg hasonlók. Ez már liszt kell, bogyó kell, meg 5 vizes vödör. What? Szóval kell 5 darab vödör, amiben víz van, vagy hogy? És ez honnan? Na mindegy, hát biztos. Szerintem most a legelérhetőbb számunkra az a krémleves, ugye a fejes káposztával. Ó, lehet krémleves csinálni sima húsból is. Hát jó, nem tudom, hogy van-e köztük bármi különbség. Majd megnézzük. És ez így szerintem tök jó lesz. Krémleves esetleg meg krémlevessel. Viszont csak holnap lesz káposztánk, szóval addig benyomom neki, hogy süssön halhúst. 1,5 óránként 3-as képességgel? Az igen. Most akkor kell keresni mellé egy hölgyet, hello hölgyem. Neki 3-as a bányász. A gyűjtögetése 3-as, amiből nincsen nekünk túl sok a faluba, ugyebár. És akkor ott el tudnám küldeni mondjuk fát vágni. Hát Hermenegildát nem volt nehéz meggyőzni. Gyorsan meg is lett, szóval beköltözhetem őket egymáshoz. Amit már egyre jobban utálok, mert ezek itt már megint gyereket csinálnak. Az a baj, hogy ugye megszületett az első gyerek Ildefonzánál, és ugye folyamatosan, majd ahogy most telnek az évszakok, folyamatosan újabb gyerekek fognak majd születni, és újabb nők fognak elmenni gyesre. Szóval nagy szarba leszünk szerintem itt munkaerőterén. Na, írtja is a fákat, és most nézem, hogy már közben falu a besorolása a kis, hát, a falunknak, ami tök jó, és az építkezési korlátot egészen megközelítettük, szóval ezzel is logisztikázni kell, majd szerintem nem sokára, ha jól tudom, ha elérjük azt a röpke 120 dinasztiát, ami kell a következő fő küldihez, akkor felmegy az építkezési limit 40-re. Ez most a legutóbbi nagy frissítéssel is bővült, szóval idővel ez még szerintem majd bővülni fog tovább, viszont hát egyszer majd meg lesz az építkezési limit, ami a maximum. Több mint 400 halhúsunk van. Atya világ. Oké, én nagyon örülök annak, hogy ilyen jól működik a halász család, meg minden, de jobban működik, mint kellene az a helyzet. Szóval szerintem átrakom őket valahova máshova, vagy hogy az egyiküket, hogy hát nem is tudom. Mondjuk Viltrudát elküldöm ideiglenesen a bányába dolgozni, mert az a helyzet, hogy itt egy kicsikét több kaja van, mint amivel úgy tudunk mit kezdeni. Ugye már a vadász se vadászik hús, csak ugye folyamatosan a ízét gyűjti a madártollat. Így hát ezeket is most meg kell sütnöm. Valaki errefelé ólálkodik, egy tolvaj lopott a falunkból, és most el kell döntenünk, hogy mit csinálunk vele? Ha levágjuk a kezeit, akkor mínusz dinaszté hírnév és mínusz 10 boldogság. Ha más vágja le a kezét, akkor mínusz 20 boldogság, de a dinasztiának nincsen baja. Vagy elengedjük, és akkor viszont 1-5%-ig eltűnnek nyersanyagok. Ajjaj. Farkas törvények uralkodnak a középkorba, szóval hívjuk a misit, az majd elintézi. Minusz 20 boldogság, nagyszerű, hát... challenges, micsoda? Szóval a kihívásokat fel lehet venni egy csávótól, akit jelez itt a térkép is, és hogyha megcsináljuk neki,
az adott évben, egy év alatt a challenge-ét, akkor a reputációnk nő a királlyal, és dinasztia pontot is kapunk, viszont ha nem csináljuk meg, akkor csökken, és ha nem fogadjuk el, vagy nem csináljuk meg, akkor növeli az esélyét a király halálának. Hogy micsoda? Oké, hát akkor szerintem elmegyek és felveszem, ott mutatja is, hogy ha jól látom, akkor ebben a városban lesz. Nem. Hát persze, hogy Hornikába, a világ másik végén. Ja, mindjárt elszaladok és felveszem, viszont a húsütés még nem is sikerült befejeznem az este folyamán, mert ugye jött az évszakváltás, és ott is van a káposzta, reméljük minél előbb neki áll majd a földművesünk, és megcsinálja, én meg még sütök. Wait. Már megint egy gyerek. Ezt elviszem el. Hány anya van már? Egy, kettő, három, négy! Várja, még egy gyerek! Erika is! Erika baszki! Hát most vettelek fő földbűvestek! Aztán pulyálsz! Hát, dead, meghaltunk. Megbénult a falu, mert ezek itt rakják a gyerekeket, mintha nem lenne holnap. Edmund és Delamir született. Nagyszerű, örülök neki. Jó képességű fiatal emberek, amint tudnak járni, mennek a bányába, hát nem hiszem el. Oké, hát sütök húst. Aztán kitalálom, hogy kit küldjek a földekre káposztát szedni. Csúri Vilkovért be kellett fogni káposzta szedésre, kettőt is nézik, hogy mit csinál ez itt, de hogy te tényleg mit csinál? Ja, hogy ott marad a levele a káposztának, ő ugye csak a ízét szedi le. És megnézem, hogy miket kaptam eddig abból, amit ő leszedett. Ugye káposztát azt nyilván, vajon kaptam magot is? Nem. Abból csak 16 van ugyanúgy, mint eddig, amit még ugye múltkor vettem, csak elfelejtettem, hogy az még van. A káposzta viszont bekerült ide, már 150 darab káposzta... Várja, itt a káposzta mag is. Akkor egy kocka föld, egy darab káposzta magot ad vissza, ha jól látom. Szóval easy, újra lehet ültetni minden évben, hála a jó égnek. És a káposzta 3-ot ér, ami valószínűleg a kereskedőnél már csak egyet, szóval hát ez nem túl jó, viszont abból tovább csinálni a kaját még jobb, és önmagában 7-et tölt vissza, ami kifejezetten jó, már nem, mint ugye nem lenne sült halhúsunk, de ja, szóval átállítom a kocsmárost, hogy most már ne a sült húst készítse. Igen, azt felejtsd el, hanem a krémlevest, viszont közben rájöttem, hogy ez nem halhús kell, hanem sima hús. Hát nem is látok itt semmit, ami ez ja, de itt van. Halhús kell, a halas lepényhez, hát igen, ez mondjuk annyira nem meglepő. Viszont oda már vizes vödör is kell, meg liszt is, ami még olyan messze van, hogy... Hát, talán annyira nem, de eléggé messze, szóval... A krémleves kellene valahogy... Viszont akkor minek horgáztak? Ajjaj. Jó, először is megveszem a krémlevest, az a biztos. Valahol itt kellene lennie. Kocsma, ott is van, krémleves. Megvesszük. Egy káposzta, egy hús. Nagyon jó. És akkor ezt beállítom neki, hogy mondjuk, akkor legyen úgy, hogy csináljon krémlevest 70%-ban, és sült halt húst pedig 30%-ban. Mert most érted, hazamegy itt a vadász, az egésznapos vadászatból, lecsap az asztalra, hogy asszony, hol a vacsora, mi a vacsora, az szar rizse, bár megint rizse, érted, most akkor itt nem lehet az, hogy mindig ugyanazt teszik, legyen egy kis sült halt hús is az étrenden, meg egy kis krémleves, és akkor így jó lesz. Habár az a 0,2 krémleves per óra, az nagyon szánalmas, de... Na mindegy. Viszont akkor a vadászt be kell állítanom ismét, hogy ne csak madártollat szerezzen, hanem húst is. Túl sok nem kell, mert hát ezt a tempót kielégíteni nem lesz nagyon nehéz. Akkor legyen 60-40. És akkor az 4 hús óránként szerintem bőven elég. Most pedig elszaladok és felveszem azt a challenge-et minél előbb, hogy tudjam, hogy mi az és mit kell megcsinálni egy éven belül, mert itt még a végén baj lesz. Á, igen, hello Norman. Üdvözlet, ő felsége...
Igen, szóval a király parancsára jöttem ide, és feladatot hoztam MF völgy népe számára. Milyen idős a király? 22 éves. Oké, okay, kösz. Aha, nem ismer még minket a király, azt mondja eléggé. Lehet, hogy ez változni fog, hogyha sokat küldözünk neki. Mit szeretne a király? Esküvő lesz, nagy esküvő. És szeretne hozzájárulást mindenkitől, hogy pénzzel hozzájáruljanak az eseményre. Ó, rohadjon meg. Várja a pénzt. Komolyan, Golden Wedding. De jó, mi meg itt éhen döglünk, de ők aztán ott nyomják a hülyeséget. Mennyit kell hozni? 1500-at! Viszont 250 dinasztia reputation-t kapunk, ami amúgy annyira nem is sok, de... Nesze, itt van. És meg is vagyunk. Megvan a fő küldetés, ami azt jelenti, hogy... Vége. Ez volt az utolsó fő küldetés, legalábbis egyenlőre. Ez bizony így van. Ez volt az utolsó, és így kaptuk meg a 40-es építési korlátot. Oké, hát akkor innentől kezdve a további teendőink az az, hogy Unigos küldetésére várjunk, ami majd a következő tavasszal jön. A királynak küldizgessünk, meg ugye egyre jobban fejlődjünk. Alright, hát akkor... mentem, csá! Hogy halad az aratás? Hát, végül is halad a felével, már megvagy. Oké, közben gondolkodni kéne azon is, hogy mi legyen a következő, amit ültetünk. Legyen rozs, és akkor abból már lesz majd lisztünk, és abból egy kicsikét tudunk majd tovább gondolkodni. És ha jól tudom, itt is van rozsgabonna, igen, csak nincsen elég mag. Akkor viszont kell csinálnom egy pár kalapácsot, hogy el tudjam adni őket, és cserébe tudjak venni magot, hogy be tudjuk vetni rozzsal, illetve a kis földművesünk be tudja vetni rozzsal, mert én úgy veszem észre, hogy elég egy darab földműves erre a 10x10-es helyre, hogyha már az év elején megkapja a magot és a műtrágyát, hogy utána elkezdjen betni, mert ugye most hát nagyjából egy nap alatt learat, utána egy nap alatt betrágyáz, felkapál, utána meg egy nap alatt előteti, szóval így igazából pont időben van, csak hát ahhoz időben ott is kell lenni a dolognak, viszont jó lesz már majd jövőre, hiszen jövőre már meg lesz majd a mag, kivéve a műtrágya nem lesz majd meg, viszont azt a disznó fogja majd nekünk produkálni, hogy milyen mértékben, azt nem tudom, de hát remélem majd azért hozzátesz a dologhoz eléggé sokat. Vaskalapásnak visszamegy 70-re az ára, nagyon helyes. És itt is van a rozsgabona, amiből veszek 35 darabot, illetve még szükségem van egy kis trágyára. Azt hiszem, hogy betelt az élelmiszertárolónk, mert itt van a fejes káposzta a farmnak a csesztjébe. Úristen, mennyi fejes káposzta jött? Várj, már a farmtároló is betelt. Hú, hát igen, mondjuk a fejes káposztának eléggé nagy súlya van. Azt hiszem, hogy egy keveset meg kell csinálnom nekem. Hú, de alig bírok mozogni, és meg a hús sincsen nálam, Jézusom. A kettes élelmiszertárolóra is szükségünk lesz nagyon rövid időn belül. Itt is 300 káposzta, ott is 300 káposzta, tehát minimum 600, és lehet, hogy ami nem fért be, az már ment is a levesbe, mert nem tudták hova rakni. Akkor nem tudom, mi van, hogyha már az is betelik, ahol dolgozik. Az is van, krémleves, igen. Egy fejes káposzta, egy hús. Na, csináljuk. Hú, hát ez se lesz túl gyors. Na várjunk, hogyha minden egyes krémleves 5 másodperc, és nekünk 600 káposztánk van. 50 perc? Hogy mennyi? Hát elkészült 36 darab krémleves, hogy ez mit tud? 40-et ér? Hát ez mondjuk nem rossz. Hát ez kb. Eladásnál 7 lehet. Ami egész jó. Még azzal összevetve, hogy hogy lebénítja itt a dolgokat ezzel a rengeteg káposztával, az egy kicsit sok, de 30%-os kaját tölt vissza, ami nagyon OP. Szóval így magának jó ez, a krémleves, meg minden, csak ennyi káposzta, hát nem tudom. Max eladni tudnám, és akkor mondjuk 600 profit, mert ugye egyet érhet valószínűleg egy káposzta. De azt mire elhordom eladni, hát akkor biztos, hogy meg kell csinálni ezt a trükköt, hogy oda rakni a raktárat a izé mellé, mert egyszerűen mennyi káposztát bírok el? Hát olyan 100-at.
Hadszó kéne fordulnom. Oké, hát ezt majd még át kell gondolnom. Minden esetre kiadtam a rozsültetési parancsot, szóval elméletileg nem sokára nekiáll majd a kis munkásunk a rozs elvetésének, és én arra gondoltam, hogy erre a területre ide fogom rakni a tyúkólat, meg valószínűleg majd a disznólat is, meg az egyéb ilyen ólokat. Ebbe az irányba fogom majd itt megcsinálni. De jó kis lapos hely van, meg akkor úgyis itt lesz mellette a termőföld, úgyis oda kell majd a trágya, meg ilyenek, itt lesz a kis földművelős részleg. Meg hát azért csak nem kéne berakni oda a házak közé, mert hát a kakas még csak hagyján, de amikor a tehén bőg majd, az jó lesz. Hehehe, milyen kis aranyos! Aj, oké, hát hova rakjam én ezt? Mondjuk... Jött így ide. Tökéletes. Milyen kis... A lakása lesz már a csirkéknek. Ez milyen kis aranyos lett. Csak aztán le de csipkedjék itt a izét, a káposztát. Lehet kerítést építeni köré? Ó, oh, kerítések itt vannak. Hát, ez a paplanfejű már megint nem akar elkezdeni vetni. Na mindegy, de odafigyeljé, milyen csirkeol. Igaz, kapu nincsen, és az útra nem is lehet kerítést építeni, szóval van egy nagy hely, ahol kijöhetnek, de ők jól nevelt csirkék lesznek, szóval nem fognak kimenni. Innen folytatjuk legközelebb, hiszen még se emberünk, se csirkénk nincsen, szóval van mit csinálni, és hát egy kicsit talán úgy tűnik, hogy katasztrófába torkollik a hely, mert mindenki lepújál, és lyukas a tető, a... Na mindegy, szóval igen, innen folytatjuk, és próbálok minél hosszabb és minél sűrűbben részt hozni nektek a játékból, de azért... Eléggé hosszadalmas a felvétel egy-egy résznek, általában ilyen 3-4 óra szokott lenni egy rész, ez most például 6 órája megy, de most itt rengeteg volt a farmolás, amíg megy a cséplés, a sütés, a főzés, a kalapács farmolás, a készítés, a bányászás, az eladás, az haladgálás, az mind-mind rengeteg idő, amit ki kell vágnom. De igyekszek. Szóval, ha tetszik nektek továbbra is a sorozat, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy csatlakozzatok a csapatba. Sziasztok!